Üdvillő módon mindenkinek! Elkészült a kék oltár, konkrétan összegeztem itt a dolgokat, hogy ne csak biztonságos, hanem szép is legyen a rendszerem. Hát kezdjük az zaku oldalon, konkrétan ott van a óló ami ugye idézőjelben sértetlen, azon kívül, hogy egy szemakut innen ki kellett ragadjak. Hát sajnos a öreg Merciakú az reggelre azt mondta, hogy már pedig nem indítja be az autót. Az önindító még csak meg se köcögtette, nem hogy megforgassa. Gyorsan kiragadtunk egy szigetüzemű akut, ezt mentünk dolgunkra fele. Azóta ez már fel van töltve egyébként, vissza fog kerülni a helyére, és meg fogjuk nézni, hogy következő reggel, amikor megint fagyás van, beindul az autó, vagy sem. Ugyanis több mint három hete nem mozdult az autó sehova, szóval azért feltételezhető, hogy elmerítette az akut úgy általában szépen csendbe. Lítium ion oldal, az pedig len úgy néz ki, hogy semmi változás, minden úgy van, ahogy volt. Cella szintű védelem, BMS, modul szintű védelem, tehát ugye 10 amperes biztosítékok vannak egyébként. Hát valahol 20, ahol nagyobb kapacitású akú van és ugye továbbra is van összegző biztosítékunk is, ami olvadó biztosíték egy 100 amperes a litiumionnak, és egy 100 amperes az ólom akupaknak. Ugye innen már egyből megyünk is be magába az inverterbe. Napelem oldalon, ugye van nekünk egy szakaszoló és túláramvédelmünk, ezen kívül, még ezelőtt, ide is került be egy túláramvédelem és szakaszoló, bekerült ide a túlfeszvédelem, és természetesen az inverterbe is van olvadó, plusz szakaszolhatóság is. Egy kicsit szerintem túltoltuk ezt a szakaszolhatóságot, de, de most így ott lehet elszakaszolni a villanyt, ahol nem szégyeljük napelem oldalon. Azért fejlődés történt. Az inverter hálózatot nem kap egyébként, hát utcait soha nem fog kapni egyébként, másik inverterről még akár kaphatna. Ugye az AC dobozunk az tartalmaz firelét, különböző áramköröknek különböző biztosítékokat, és természetesen egy új villanyórát, ami remélhetőleg nem fog 1500 kwh órákat letekeredni, mikor éppen olyan kedve van, mert azért az eléggé hát bosszantó volt, maradjunk annyiba, hogy hogy képzelte hogy visszatekeredik. Ez a váltó kapcsoló azt szolgálja, hogy tudunk váltani kettő forrás között konkrétan. Tehát ugye mielőtt a inverterből bemennénk ebbe a dobozba, előtte ebbe a váltókapcsolóba megyünk, és egy másik forrásból is ebbe a váltókapcsolóba megyünk, és a váltókapcsolóból megyünk be ide ebbe az elosztóba. Ezt azért tettem ide be, hogy könnyedén tudjak váltani kettő inverter között, például alapesetben használjuk az alaprendszerünket, minden probléma nélkül, és hogyha érkezik egy teszt inverter, amit úgy hosszabb ideig szeretnék megnyúzni, vagy bármit csinálni vele, akkor nem kell trükközni, nem kell állandóan kikötni, bekötni, stb., hanem csak fogom magam, ugye üres állásba teszem, áthúztam kettesbe, és már a teszfal felől jön a villany és akkor meg tudtam azt oldani, hogy napi szinten tudjam használni az adott tesztinvertert, hogy hogy viselkedik bizonyos körülmények között például. Ezt meg ugye abban az esetben ki lehet kapcsolni, vagy akár hagyhatjuk, hogy töltse az akkor például. Attól függően, hogy van-e megfelelő napelem szingünk. Most visszakapcsolok viszont a kék voltára. Jobb oldalra elkerült ide egy pár biztosíték, ő a kiegészítő töltésvezérlőnket hivatott úgymond napelem oldalról szakaszolni, van természetesen neki is a oldali biztosítéka is. Ez a fejlesztés Józsefnek köszönhető, ugyanis mikor ott jártam nála, láttam, hogy milyen precíz rendszert épített, hát és megirigyeltem, hogy az enyém miért nem ilyen szép. Na hát most megpróbáltam egy kicsit szépíteni rajta. Természetesen majd mindenki megéri esetleg hozzászólásába, hogy neki tetszik a rendszer, vagy sem, vagy mit csinálna másképpen, nyugodtan lehet támadni, és nem arról szól a videó, hogy nem lehet leírni a véleményedet. Itt a dolog szerintem arról szól, hogy segítsük egymást, adjunk egymásnak tippet, ötletet, stb. hogy milyen az olyan, vagy mit csinálná másképpen, mert ezerféleképpen lehet -e ezt hozzáfogni technikailag. Egyébként, most, hogy végeztem a kék voltárral, most tudok igazán tovább lépni, és foglalkozni azokkal a dolgokkal, amivel még szerettem volna foglalkozni. Ezek többnyire olyan témakörök, amit csak részlegesen érintettünk, és most egy kicsit jobban belenyúlunk idézőjelbe. Hát azok picivel nagyobb kilóattal fognak járni, de ami késik, nem múlik, meg lesz az is. Hát folyamatban vannak az ügyek, maradjunk annyiba. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, a következő videóig is, a csá!